város tanácsa nevében köszöntöm a város 1984. augusztus 1 óta önálló ipari szakmunkásképző intézet új iskolaépülete ünnepélyes átadására és a megyei tanévnyitó ünnepségre megjelent dr. Szalai Dénes elvtársat, a Zala megyei tanács elnök helyettesét, Molnár Jani elvtársat, az Alaszentbróti Pártbizottság első titkárát, Molnár Máté elvtársat, az Zala megyei Pártbizottság osztályvezetőjét, dr. Pap Elemért, a város és városkörnyék országgyűlési képviselőjét, Jári Ferenc elvtársat, a megyei tanács VB művelődésügyi osztály vezetőjét, Bényi Imre, Zala megyei építőipari vállalat igazgatóját, az elnökség tagjait, az alaszentbróti városi és városkörnyéki községek politikai, állami, társadalmi és tömegszervezeti vezetőket, a társintézmények, üzemek, vállalatok és szövetkezetek megjelent vezetőit és képviselőit. Üdvözlöm a tanévnyitóra érkezett kedves szülőket és a tanulókat, minden kedves résztvevőt. Épület tavatására kerül sor, mely az iskolaépítések sorában rekordidő alatt kiváló színvonalon épült meg a már buszolással támogatott épület helyett. Jelentős ez az aktus azért is, mert az 1987. augusztus 1 óta az alaszentbróti városi tanács fenntartása alá került szakmunkás képző intézet első önálló rendezvénye ez, melynek igazgatójának és hivatott megoldani. Megköszönöm, hogy a megtisztelő feladatra, az új intézmény átadására engem kért fel a helyi párt és tanácsi vezetés, igyekszem a kívánalmaknak talán rendhagyó gondolattársításokkal, de mindenképpen megfelelni. Megint rossz, borongós idő van, a változékony, szeszélyes időjárással tarkított vakáció után újra szeptember lett. Emlékeink a nyári élményekről, a pihenésről még oly frissek, kellemesek, hogy csak nehezen tudunk barátkozni a holnaptól következő munka beltűritmusának gondolatával, az elkövetkezendő tanév észben elfogadott, de még nem kívánt tanulási mechanizmusával, az évek óta begyakorolt szokásrendjével. Átmeneti állapot, e kétségkívül kellemes kettősség, amelyben még előkelő idegenként nyugtázhatjuk a vakáció örömeit, de egyre mélyebben markol és indít gondolat a céhek, és bennük a tanoncok száma is, a képzés szervezettebbé válásának dátuma, az iparos testület megalakulása 1894-ben. Az 1896-os összeírás már 36 szakmát és meg annyi tanoncot említ. A képzési idő már ekkor is 3 év volt, és az inasok délután 5-től 9-ig jártak iskolába, ahol a helyi pedagógusok tanították a magyar rajztörténelem és számtantantárgyakat. Az önálló szakképzés 1963-tól indult meg a 415-ös számú helyi ipari intézményben. Átszervezések következtében előbb az alaegerszegi 407-es, majd a keszthelyi 308-as ipari szakmunkásképző tagozataként működött. A közismereti tárgyakat az intézmények és a helyi iskolák tanárai, a szakmát, a helyi üzemek és az iskolák jól képzett szakoktatói oktatták. Ez volt tehát a múlt, és a jelen 1985-ben érett gondolattá. A szükség, a düledező épület és a fejlődés kényszere, Zalaszentgrót ipari szükséglete egyaránt siettette a döntést. A helyi párt és állami vezetők felvetése találkozott a megyei elképzelésekkel. Fordulópont volt az 1986 áprilisi végrehajtóbizottsági ülés, amely határozott az építésről. S íme a tény, alig több mint egy év alatt felépült a 934 négyzetméternyi iskola, 14 helységéből 7 oktatási célra, jól felszerelt. Thank you.